Az év végére elkészül a Markovics utcai gyermekorvosi rendelő felújítása. Az idei nyáron is elindult a kormány diákmunka programja. Brankovics Éva festményeiből rendezte kiállítást a Hegyvidék galériában. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Az év végére elkészül az első kerületi Markovics utcai gyermekorvosi rendelő felújítása. A fejlesztéssel a betegellátás színvonalát szeretnék javítani. Ebben a rendelőben 1500 kis beteg ellátásáról gondoskodnak évente. Szinte teljesen megújul az első kerületi egészségügyi szakellátás. A felszereltség kis kivétellel eddig is megfelelt a kor igényeinek, ám az épületek praktikuma használhatósága hagyott némi kívánnivalót maga után. Éppen ezért részben kormányzati forrásból és jelentős önkormányzati pénzt mellé rendelve felújítják a Maros utcai rendelőt, és kizárólag a budavári önkormányzat büdzséje terhére jelentős átalakuláson megy át a Markovics utcai járó betegellátó központ. A Markovics utcai gyerekrendelő teljes felújítása zajlik. Két héttel ezelőtt kezdték el a munkálatokat, ez is az év végéig kell, hogy befejeződjenek. Ez a rendelő egy viszonylag nagy alapterületű, pláne most, hogy a Fő utca felé eső fronton levő helyiséget is megkapta az egészségügyi szolgálat, ezt hozzá lesz csatolva, ahol gyerekorvosi, illetve védőnői szolgálat zajlik. De hiába volt nagy területű, a rendelkezésre álló tér beosztása nem volt praktikus. Nagyon sok holtér volt, közlekedők, kihasználatlan várók, és emellett meg kicsik voltak a rendelők. A tapasztalatokból kiindulva, és az egészségügyi személyzet, valamint a betegek javaslatait is figyelembe véve építik át a Markovics utcai rendelőt. Teljesen újra gondolta az építész a térszerkezetet, illetve az egész rendelőnek a beosztását, és szép, kényelmes, betegellátó oldal, egészséges ellátó oldal, illetve elkülönítő kerül majd kialakításra, külön-külön bejárattal mindegyik funkció, ahogy ezt kell is építeni, de emellett az is lesz a jó, hogy ez nem lesz zsuffolt, kényelmes, szépen elférnek, minden funkciónak van kényelmes helye, és kialakítunk egy olyan helyiséget, ahol egyéb dolgokat, babama klubot, babamasszást, bármilyet lehet végezni. Bodroghelyi doktor szerint a jövő évben arra is lehetőség nyílik, hogy a védőnök továbbfejlesszék a babamama klubot, valamint más hasonló szerveződéseknek is helyet adjanak. Az új rendelőben várhatóan az orvosok és a pácienseik is jobban érzik majd magukat, ám most még egy kis türelemre van szükség a munkálatok miatt. Az építkezés egy működő rendelőben zajlik, egyszerre az egyik felébe zajlik az építkezés, és a másik felébe zsúfolódnak össze a gyermekorvosok és a védőnők. Amikor az a fele kész, átköltöznek a megújult félbe, még mindig kicsit szűkös körülmények között, és a másik felét kezdik el újjáépíteni. Tekintet arra, hogy viszonylag sokat ér, ez nem azt mondom, hogy kényelmetlenség árán, de megoldható lesz. A Markovics utcai rendelő a Maros utcaihoz hasonlóan 2019 végére készül el. Újabb mérföldkőhöz ért a Lánchíd felújításának előkészítése. Megjelent a híd a Széchenyi István tér alatti villamos aluljáró és a Várhegyi alagút felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás. A munkák a tervek szerint ősszel indulnak el. A rekonstrukció során a Lánchídon megújul az útpálya, restaurálják a kőoroszlánokat, a címereket és más díszítő elemeket, a hídon emellett új gazdaságos és környezetbarát LED világítást építenek ki. A Széchenyi István tér alatti villamos aluljárót elbontják, majd újjáépítik. A váralagút szerkezetét is megerősítik, illetve ventilátoros rendszert építenek ki, és itt is modernizálják a világítást. Az idei nyáron is elindult a kormány diákmunka programja, amelynek révén nem csak a versenyszférában, de az önkormányzatoknál is dolgozhatnak a fiatalok. A kezdeményezéshez a Hegyvidéki Önkormányzat is csatlakozott, így a vakáció ideje alatt itt is többféle feladatkörben próbálhatják ki magukat a diákok. A 12. kerületi önkormányzat minden évben részt vesz a diákmunkaprogramban. Idén is 8-10 diákot foglalkoztatnak.
A pénzügyminisztérium által 2015-ben indított kezdeményezés célja, hogy a diákok minél hamarabb megismerkedjenek a munka világával. Az a célja, hogy a diákok megtanuljanak egy csomó minden olyan dolgot, hogy hogy lehet egy munkaközösségbe beilleszkedni. Mit jelent az, hogy igen, felkerek reggel, elmegyek dolgozni, dolgozom, és utána hazamegyek. Megtanulják azt a sok-sok adminisztratív, néha fárasztó és nyűgös történetet, ami együtt jár azzal, hogyha valaki dolgozik. Elmegy például, bejelentkezik, papírokat visz, orvosi vizsgálaton vesz részt, mert itt egy alkalmassági orvosi vizsgálaton is részt kell venni, és mindezt egyedül lebonyolítja, ez egy hatalmas dolog. És ez nem utolsó sorban hatalmas dolog az első fizetést hazavinni. A programban 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt július 1-től augusztus végéig. Az érettségi előtt álló még szakképzetlen fiatalok napi 6 órás foglalkoztatás esetén havi bruttó 112.000 forintot kereshetnek, míg a szakképzett nagyrészt egyetemista hallgatók 146.000 forintos bruttó fizetést kaphatnak. A hegyvidéki önkormányzat általában fele-fele arányban alkalmaz középiskolás és egyetemista diákokat, többféle munkával is várják a fiatalokat. Hogy nem csak irodákba lehet jönni, az önkormányzatok egyéb intézményeihez is lehet jönni nyáron dolgozni. Például elég népszerű szokott lenni a Mátyás tábor, ahova a kerületi iskolásokat viszik nyári táborozni, és ott lehet segíteni az ő a gyerekek körüli dolgokban, akit meg a hivatali munka érdekel, ők pedig ide jöhetnek hozzánk az épületbe. A hegyvidéki Imrefi Ágnes egyetemista az önkormányzat városfejlesztési irodájánál dolgozik a diák munkaprogram keretében. Én regionális és környezeti gazdaságtan tanulok, és hogy kifejezetten a városfejlesztés érdekelt, úgyhogy ezért választottam ezt diákmunkának, hogy megnézem, hogy az egyetemi tanulmány mellett a gyakorlatban hogyan valósulnak meg azok a dolgok, amikről tanulunk. Hogy teljesen más az, amit ugye megtanulunk az elméletben az egyetemen, mint az, ami a gyakorlati munkavégzés fontos része az elméleti keret, meg hogy tudni kell, hogy mit miért csinálnak, de hogy alapesetben, vagy legalábbis ez a munka, amit én végzek, az nagyon apró szelete az egész folyamatnak. Ágnes elmondása szerint kedvesek és segítőkészek az irodánál dolgozók, és izgalmas feladatokkal látják el. Leginkább az intézményi karbantartásnak a hiba jelentéseit veszem fel, és ezt készítem elő, hogy a másik kollégák meg tudják javítani a dolgokat. És volt olyan, hogy terepre is mentem, az nagyon izgalmas volt. Óvodákban voltunk, és ott néztük, hogy mi az, amit ki kell cserélni, mi az, amit később ráér kicserélni, ilyenek. A hegyvidéki önkormányzat idén még tud fogadni egy-két fiatalt, de érdemes igyekezni, mert a felvételt megelőzően sok az adminisztrációs teendő. Új kulturális szintérrel gyarapodik az első kerület. A Márai Sándor kulturális központ kialakítása júniusban kezdődött el a Krisztina tér 1-ben, az egykori budai polgári kaszinó épületében. Az impozáns első emeleti díszterem és a főlépcsőház is visszakapja eredeti pompáját, az épület belső udvarát pedig lefedik és közösségi térré alakul át. Az új központ komoly és könnyű zenei koncerteknek, színházi előadásoknak és kiállításoknak is otthont ad. A munkákkal 2020 második felére készülnek el. 104 millió forint. A tavalyi évben ekkora bevétele származott a Sziget Fesztivál szervezőinek abból, hogy a fesztiválozók nem váltották vissza a FesztiPay kártyájukat. Gyakori, hogy a feltöltött keretet nem egészében merítik ki a tulajdonosa, és nem is intézkedik a visszaírásáról a helyszínen. A Sziget egyébként a tavalyi évben is jó évet zárt. Az adózott eredménye több mint 1,4 milliárd forint volt. Ismét drágul a tankolás, szerdától a benzinárát 7, a gázolajét pedig 5 forinttal emeli a MOL. A benzin literenkénti átlagára így 397 forintra, a gázolajé pedig 398 forintra emelkedik. Legutóbb pénteken változott az üzemanyagok ára, akkor a benzin drágult 3 forinttal. A látottak tömörítése és a színek erejének kiaknázása jellemzi Brankovics Éva festményeit. A művész alkotásaival ezúttal a Hegyvidék Galériában találkozhat a közönség. Az fontos dolog, hogyha valaki egyáltalán mond valamit, akkor azt ő mondja, nem? Hát miért úgy akarja mondani, hogy más mondaná, nem? Ezt mondta Brankovics Éva Kukucska arról, hogy ő miért nem áll be a sorba, miért nem igazítja a trendekhez a festészetét, miért tart ki a rá jellemző technikai megoldások és képi világ mellett. A külföldön, így többek között Franciaországban, Olaszországban és Németországban is ismert festőművész alkotásait most a Hegyvidék Galériában is láthatják a művészetek szerelmesei. A megnyitón egy hajdani évfolyamtárs köszöntötte a kiállítót. Udvariatlanság ilyet mondani, de nagyon régen ismerjük egymást.
egy osztályba is jártunk a képzőművészeti főiskolán, amit most egyetemnek hívnak, és elég régóta ismerjük azokat is, akik többségükben itt megjelentek azért, hogy tulajdonképpen kollegiális tiszteletüket mutassák egyrészt, másrészt pedig, hát mint ahogy én is, elég régen láttam Évától képeket, és elég sok olyan van itt, amit én még életemben nem láttam. Az ismeretlen alkotások megismerése is fontos, ám a társaság, a közösség ereje mindennél előbbre való. Így tartja a tárlat alkotásait festő művész. Mindig is nagyon szerettük egymást, jó barátaim, akik ide eljöttek most megnézni ezt a kiállítást, és mindig örül az ember, hogyha annyi minden mondani valónk van egymásnak. Mindegyik festő, szobrász, grafikus, igen. Nagyon csodálatos emberek, és nagyon tehetségesek. Nagyon jó eresztés volt az az idő, amikor mi főiskolások voltunk tényleg. A kiállítást megnyitó művészt, ahogy ő fogalmazott, meglepte az a széles repertoár, amely Brankovics Éva Kukucska kezében van. Kádár János Miklós szerint nem csak a kifejezés módja, a gondolkodása, hanem a grafikai készsége is irigylésre méltó. Sokrétű az, amit ő csinál. Nagyon sokféle valamit. Ott van például tőlem balra a fal végén egy-két grafikája, amelyek között nagyon-nagyon érzékeny, és olyan dolgok vannak, amelyeket be kell vallanom, nem tételeztem föl róla. Brankovics Éva Kukucska vidáman fogadta a feltételezés hiányát is, mint ahogy a legrosszabb dolgok közepette is mindig talál valami kibúvót, hogy vidám legyen. Ha más nem, hát a festészetet. Én elég beteg vagyok sajnos, meg a szívemet is operálták, és sokszor nehezemre esik, hogy állok, de ha elkezdek dolgozni, így higgyel, hogy mondom, akkor elfelejtem azt, hogy valami fáj. És akkor az olyan jó, hogy nagyon jó, nagyon-nagyon szeretek festeni. 3 éves korom óta festő akartam lenni. A képeivel egy különleges költői világot, pontosabban színköltészetet bemutató Brankovics Éva Kukucska műveit július 27-éig nézhetik meg az érdeklődők a Hegyvidék Galériában. Különleges égi jelenségben lehet gyönyörködni a kedről szerdára virradó éjszaka. Részleges holdfogyatkozás lesz ugyanis, ami országszerte jól látható. A hold átmérő mintegy 2/3 merül a föld árnyékába, így vöröses-barnára változik majd a hold színe. A részleges holdfogyatkozás nem sokkal este 10 óra után kezdődik, és a leglátványosabb 23 óra 31 perckor lesz. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is visszanézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!